Kőbánya elmaradhatatlan karácsonyi látképe, az adományfenyő letöltötte első szolgálatát, mely a gyönyörködtetés volt. A 16 méter magas, 40 tonnás fának elérkezett a bontási ideje. Az alkotó elemei, azaz a rönkjei, hátrányos helyzetű családok tüzelőjeként végzik be feladatukat. A több funkciós szobor ötletgazdája a Hello Wood kreatív építész és design stúdió. A bontási ceremónia részleteit Pécsi Gergely projektmenedzsertől tudhattuk meg. A cégnek az alapítói találták ki. A lényege az, hogy nem csak egy díszítő motívum, hanem egy közhasznú projekt, amiben rászoruló családok jutnak tűzifához, újra és újra felépíthető, könnyen karbantartható, mozgatható, raktározható, szóval egy sok előnyös tulajdonsága van. Általában vízkeresztkör bontunk, de ez egy mindig egy előre megállapított szerződési dátum. Igazodunk ugye a fűtési időszakhoz is, és ennek a menete az körülbelül úgy zajlik, hogy elkezdjük lebontani a tűzifát, amiből felépül a karácsonyfa, ez a külső burkolata, ez kerül a baptista szeretetszolgálathoz, utána pedig a szerkezetet darúval szedjük szét, alpinisták segítségével, és utána pedig raktárba kerül a kőbányai önkormányzat raktárába, hogy jövőre is felépülhessen. Az építés az 3-4 nap, maximum 5 nap az időjárási viszonyoktól függően, a bontás az olyan 2-3 nap, maximum 4, hogyha elsőt kapunk. A korábbi években saját építő csapattal dolgoztunk, most már jó viszonyban állunk egy alvállalkozó cég. Ők építik a karácsonyfát idén. Alpinistákból és szerkezetépítőkből áll a csapat. Megnéztük a szerkezetet, 3 szintből áll, és a legfelső szintet fogják leemelni nagy darúval, ahhoz kell egy 16 méteres kinyúlású darú. A többi részt azt már egy ilyen kisebb autóval is le lehet emelni. Az országban több fát is felállít a Hello Wood csapata, viszont a legutóbbi karácsony alkalmával csak Kőbányán díszelekedett az alkotás. Kíváncsi voltam, hogy a járványhelyzet körülményei vannak-e a dologban. Szerintem a járványhelyzet is közbeszólt, illetve az, hogy az önkormányzatoknál ilyenkor a költségvetést azért elég szorosan átértékelik, és az alapján, hogy mennyire használják ezt a gyakorlatban, mennyire van ez így a közterületen igénybe véve, a környék lakói mennyire használják, mennyire jönnek ki, nézik meg, ez alapján döntenek arról, hogy ez szükséges-e vagy sem. Most idén itt Kőbányán szerencsésen alakult a helyzet, és itt megvalósulhatott. Már az építés során is sok család kín volt, és szerettek bejönni, körbenézni, úgyhogy nagyon tetszett a gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. A fa rönkjei kalodákba rendszerezve költöztek át a Baptista Szolgáltató Centrum fa feldolgozó üzemébe, ahol a gondos hasogatás után újabb szállítás vár rájuk, hogy végül számos család otthonát melegíthessék át. Évről évre, ugye, hogyha lejár az a karácsony, az a szép áldott ünnep, akkor ugye behozzák a maglódi telepre azt a lebontott karácsonyfát rönk formájában, és a maglódin lévő telephelyen, a Baptista Szolgáltató Centrumban feldolgozzák a közfoglalkoztatottak tűzifának. Én még annyit hozzáfűznék, hogy a közfoglalkoztatottak, akik a Baptista Szolgáltató Centrumban dolgoznak, ők szintén hajléktalan emberek. Tehát hajléktalanságból járnak be dolgozni, erdőből, szálókról, ott élnek életvitelszerűen, és így ezt szoktuk mondani, hogy rászoruló segít rászorulónak, mert hát nyilván ők dolgozzák fel a fát, ők pakolják az autóra, tehát ők csinálják ezeket a nemes feladatokat. Érdekelt, hogy milyen forgatókönyv alapján születik döntés a tűzifa kiosztásáról. A kőbányai önkormányzatnak ugye a testületi döntése alapján ugye eldöntik, hogy kik a rászoruló családok, rászoruló emberek, és ugye nekünk jelzik, hogy melyek családok. Jönnek őket KFT-től a szállító autóval, mert ez egy közös hármas programunk, és akkor szállítólevéllel szállítják ki az adott családnak. Általában 4 köbmétert adunk ki egy családnak egyszerre, de nyilvánvaló, hogy gondolom meg van határozva, hogy hány alkalommal kérhet egy család, vagy milyen köbméterig, és az önkormányzat, de 4 köbmétert szoktunk kiszállítani egy családnak, egy fuvarral. Kíváncsi voltam, hogy a fafeldolgozó üzemen kívül milyen szolgáltatások és segítségnyújtásra kifejlesztett lehetőségekkel találkozhatunk a centrum területén. Ez egy közös programunk, a Baptista Szeretetszolgálat, a 10 kerületi önkormányzat által, tehát úgyhogy ez egy közös program, és van egy, a területet ugye megkaptuk használatba a 10 kerületi önkormányzattól, van egy népkonyha, amit működtetünk, az az Országos Szociális Segítőközpont a Baptista Szeretetszolgálattól, ugye itt a rászoruló embereket próbáljuk segíteni napi egy tál melegétellel, adományokkal, tartós élelmiszerrel. Azon kívül van egy támogatott lakhatásunk, 12 fővel működünk, gyógyult szenvedélybetegeknek. Van egy mosoda,
a területen, ahol rászoruló emberek jöhetnek mosni, azon belül van egy fürdőhelyiség, ahol fürödhetnek, tisztálkodhatnak, ruhát tudunk nekik biztosítani, hogy akinek esetleg nincs meleg ruházata, vagy akár nyáron ugye nyilván vékonyabb ruházat, van egy fodrászat, hogy ingyen teljes mértékig, ugye, hogy az ember frissen tud távozni tőlünk tiszta állapotban. Érdekelt, hogy az adományok mennyiségén vajon az ünnepi időszakok jobban látszódnak-e? Én 2014 óta vagyok a Maglódi telephelynek a vezetője. Ez nagyon változó. Tehát valamikor karácsony előtt tényleg nagyon sok adományt hoznak az emberek. Évközben is meg szoktak keresni, tehát én úgy gondolom, hogy azért úgy adakoznak az emberek. Karácsonykor nyilván egy picit az embereknek ugye megesik a szíve, ha jól mondom, de úgy nincs nekünk ilyen, tehát keresnek folyamatosan az adományokkal az emberek. A személyes indítatásodra vagyok kíváncsi, hogy miért választottad ezt a pályát, mert ez egy nagyon-nagyon szép dolog, amit csinálsz, de gondolom, hogy nem minden nap olyan egyszerű az ember lelkének, és erre vagyok kíváncsi, hogy mi az, amiért elkezdted, és mi az, ami rajta tart ezen a pályán. Hát ugye az élet így hozta, meg a Jóisten így ide tett engem, hogy ha mondhatom így, hát hogy miért? Hát azért, mert mindig is szerettem segíteni az embereknek. Mindig azt néztem, hogy a nehéz sorsú embereket hogyan tudom segíteni, támogatni, amíg még nem ez volt a munkám, még akkor is. Nagyon nehéz sorsú emberek vannak, és bizony, amikor végig kell hallgatni az embernek, és dönteni kell az emberek sorsa fölött, hogy hogyan tudunk segíteni, hogy a mély vízből, a mély gödörből kiemeljük, az egy kicsit lelki megvisel. Az adományfenyő tervezési és kivitelezési munkáit emberközpontú szemlélet jellemzi, mely évről évre beigazolja, hogy ez egy nemes és igazán szép kezdeményezés.